Sikeres évet tudhat maga mögött a Móricz Zsigmond Színház. A teátrumban idén 2505-tel emelkedett a bérlet tulajdonosok száma tavalyhoz képest. Az úgynevezett Bidán bérletből is eladtak már 200 darabot, ami még tovább növelte a bérlettel rendelkezők számát. A társulat idén 450 előadást játszott, 71-jel többet, mint az elmúlt évben. Ha összességében hasonlítjuk össze a 16-os évet a 17-es évvel, akkor is mindenképpen elmondható, hogy a 84.500-as nézőszám 101.000-re való emelkedése 20%, ez tényleg számomra is meglepően magas szám. A jegybevétel is emelkedett a 2016-os évhez képest közel 30%-kal, hangzott el a sajtótájékoztatón. A Magyar Fesztivál Szövetség elvárásainak megfelelve idén minősített fesztivál lett a Vidor. Az elismeréssel együtt pedig megkapta a színház az ezt igazoló logó használati jogát is. A fesztivál ezzel bekerült abba az elit csoportba, ami a legmagasabban jegyzett fesztiválokat foglalja egy csoportba. Itt természetesen a színvonal, a fellépők színvonala, maga a fesztiválnak a minősége, illetve az újítások, azok a dolgok, amik abba az irányba mutatnak, hogy folyamatosan megindul a fesztivál, ezt foglalja össze. Az igazgató bejelentette azt is, hogy megújították az együttműködési megállapodásukat a Nyíregyházi Sportcentrummal, így az idei évadra bérlettel rendelkezők ezentúl újra 50% kedvezményre jogosultak az NB1 B osztályú felnőtt férfi kosárlabda csapat, valamint az NB1 osztályú felnőtt női röplabda csapat hazai mérkőzéseinek jegyáraiból.